Idén újra külügyi bőrzét rendezett az Erasmus Student Network Debrecen és a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzat Külügyi Bizottsága október 14-én az egyetem főépületében. Az egyetemen és a tudományvilágában, az egyetemi szférában lehetetlen úgy létezni, legalábbis nemzetközi szinten létezni, hogy ne lennének nemzetközi kapcsolatok, ne szereznének a hallgatóink és a munkatársaink olyan tapasztalatokat, amelyeket a világ különböző részeiben lehet megszerezni. Ezt a célt szolgálja, ezt próbálja megkönnyíteni a hallgatók számára, a doktoranduszok számára ez a mostani rendezvény. A fő célja, hogy a hallgatók számára megkönnyítsük a kapcsolatfelvételt, a külföldi ösztöndíjak megszerzését, a gyakorlatok, részképzések más országokban való eltöltését. Jánosi Orsolya, a nemzetközi iroda vezetője rámutatott arra, hogy a külföldi tapasztalatszerzés megkönnyíti a munkavilágában való elhelyezkedést. Az Európai Uniós kutatások bizonyítják, hogy sokkal könnyebben el tudnak helyezkedni magasabb fizetésekkel, felgyorsítja a karrierutat mindenképpen egy külföldi tapasztalatszerzés, és hát akár, hogyha valaki szakmai gyakorlatra megy végzés után, és egy évet eltölt külföldön, az jelentősen megdobja a karrier lehetőségét. A 23. külügyi bőrzén 15 kiállító készült, hogy a külföldi munka lehetőségekről, tanulmányutakról, szakmai gyakorlatokról, részképzésekről és önkéntes programokról tájékoztassa a hallgatókat.